Sziasztok! Ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pinki Attila vagyok, a mai videóban pedig arról fogok beszélni, hogy 2021-ben az Ethereum jobb befektetés lehet, elemzők szerint, mint a Bitcoin. Aztán a második hír arról szól, hogy a bánák. Elkezdték felvásárolni a bitcoint, kihasználták azt, hogy a gyenge kezek elkezdték eladni, ahogy most beesett 28.800-ig, és beindult a gigantikus fölvásárlás. Nos, fogok mutatni erről a grafikonokat, ami ezt bizonyítja. Aztán a harmadik hír pedig arról szól, hogy van egy olyan cég, és egyre több lesz valószínű, ami felajánlotta a dolgozóinak, hogy bizony, a fizetésük egy részét kaphatják kriptovalutában, és ez lehet talán a jövő. Nos, ezekről a hírekről lesz szó a mai videóban, aztán természetesen lesz majd kérdez felelek a videó második felében, ahol lehet ugye tőlem kérdezni, mármint ezt megtettétek, a föltettétek a kérdéseket az előző videó alatt, és én most azokra eh, reagálok. Tehát vágjunk is bele! Ne felejtsétek el, hogy számos képzési lehetőségre van ö, mód a Blockchain Bloom Hungary-nél, ugyanis ezek a ingyenes napi videók arra szolgálnak, hogy tényleg napra kész legyél, tudd a legfontosabb híreket, tudd a trendeket, hogy merre érdemes mozogni, miket érdemes csinálni, hiszen nagyon volatilis piacról van szó. Jó? Tehát ezért itt kell lenned a Blockchain Bloom mert ez az a csatorna magyar nyelven, ami először is a legdinamikusabban fejlődik, mint csatorna, a másik pedig, ami tényleg minden nap, minden hétköznap, tehát hétfőtő péntekig, minden nap megkapod a legfrissebb ö, híreket, és visszanézheted egészen 2020. májusig, amikor indult a csatorna, minden hétköznap volt videó, tehát ö, folyamatosan számíthatsz ö, erre. Valamint van ugye az oktató videókra, altcoin videókra lehetőség, ha csatlakozol a Patreon csoporthoz. A linket itt találod a videó alatt. Ez azoknak van, akik komolyan gondolják, szeretnének különböző oktató videókat még e fölött kapni, valamint olyan altcoinokat, amikbe talán érdemes fektetni ezeknek az elemzései ott, Tehát nem csak bemondom, hogy milyen altcoinok, hanem el is magyaráznom, amit miért jött a dolognak, aztán majd te döntesz egy személyes javaslat a részemről, mert itt nekem mindig, mindig nagyon fontos a csatornánál, hogy itt, tanuljatok, és itt abszolút ne a lehúzásról menjen a dolog. Ha valaki úgy érzi, hogy belépne a Patreon csoportba, most már január végénél járunk, január 25-e, a rendszer úgy veszi le a pénzt, erről ezt nem elnyilállítom, mert sem is így működik a Patreon, hogy amikor belépsz, azonnal leveszi arra a hónapra az összeget, és a következő hónap elsején, tehát már csak pár napon februárig, nyugodtan várjátok meg, a februári hónapot, és a hónap elején lépjetek be, és visszamenőleg minden anyagot megnézhettek, Januárra és december, ugyanis decemberben indult, és ez így lesz innentől kezdve. Tehát, ha már a hónap legvégén vagyunk, akkor szerintem várjátok meg, nektek akarok csak spórolni, ez szerintem nekem fontos, mert nem tényleg nem az a lényeg, hogy hogy a, a lehúzás én, hanem az, hogy ti a legtöbbet tudjátok ebből kihozni. Jó? Tehát ez csak egy ilyen baráti tanács nektek. Na, és akkor nézzük meg, hogy hogy is néz ki a piac. Tehát jelenleg Bitcoin 33.191 dolláron, ez egy 1,6%-os emelkedés az elmúlt 24 órában. Aztán nézzük az ethereum Ethereum-ot, 4,5%-ot ment föl, és 1400 dolláron jelen pillanatban. Nézzétek majd, erre ki fogok térni az első hírben, de nézzétek meg, míg a Bitcoin 9%-ot esett hét nap alatt, addig az Ethereum 14%-ot ment föl. És kezd kirajzolódni az, hogy az Ethereum kezd mostanában egyre jobban teljesíteni a Bitcoinhoz képest. Aztán nézzük meg a nyerteseket. Itt van uh, Elrond 23%-kal vezeti a top 100-as uh, listát. Uh, jelen pillanatban 47 dolláron, ott van Horizon 20%-os pluszban, Uniswap 16%-os pluszban és így tovább, és így tovább. Aztán nyilván egy kicsit ilyen vegyes nap vannak, vesztesek is, hash trade mínusz 11 százalék, quantum mínusz 8 százalék, mínusz 7 és így tovább. Szerintem egész, egész jó az a nap. Egy-két vesztes, egy pár győztes, de nincsenek abszolút nagy esések, és az Ethereum szépen teljesít, és erről fog szólni mindenképpen az első hír. Nagyon sok szakértő azt mondja, hogy 2021-ben az Ethereum lehet az a kriptovaluta, ami a legtöbb befektetőt vonzani fogja, ugyanis nagyon sok potenciál van még benne. Igazából több, mint a Bitcoinban hiába az lenne a, a nagy és az elsődleges ugye kripto, amiről hogyha beszélni tudunk. Nézzétek meg, március 20, márciusban, ugye 2020-ban, amikor volt ez a bizonyos nagy beszakadás, és ha onnan nézzük a növekedést, akkor azt lehet látni, hogy a bitcoin jelenleg 700 ot ment fel, ami egy gyönyörű fölmenetel. De az Ethereum ahhoz képest 1200 ot ment. Tehát már jobban teljesít a második helyen lévő ö, kriptovaluta. És jelen pillanatban nagyjából Satz per KB a Ethereum piaci kapitalizációban az egy negyede a bitcoinnak, ezt itt meg is tudjuk nézni, megmutatom nektek. Tehát míg a bitcoinban 616 milliárd dollár van összességében, addig az Ethereumban 160 milliárd dollár. Tehát, hogyha azt nézed, ha ezt nagyjából megnézzük, akkor kb. ott lesz, ahol a bitcoin most és akkor arról érdemes beszélni, hogy most már itt ez a cikk is azt mutatja, hogy a Bitcoin, ez? Az Ethereum elérte az 1450 dollárt, tehát ismételten egy új csúcsot döntött. Én azt mondanám, hogy akkor lesz egy igazi all-time high, amikor tényleg elérjük az 1500 dollárt, mert akkor nincs egyetlen egy váltó, ahol nem tette ezt volna meg. Így is most följebb ment, mint a múlt héten, amikor ismételten egy, egy pár váltó már rekordot döntött. És gondoljatok bele, hogy mi történt a Bitcoinnal, ugye amikor elérte a mindenkori csúcsát, ugye december közepén. Utána volt az, amikor az emberek igazán akkor belkesültek. Tehát sokan úgy gondolják, hogy ha egy, egy kriptovaluta vagy látsz bitcoin, ilyen akkor konkrét példa, elérje a mindenkori csúcsot, akkor kész, az az volt, hogy ott vagyunk, megérkeztünk, megint itt van, akkor sikerült visszatértünk. Pedig akkor indul be igazából a növekedés, hiszen akkoron ismételten szól róla a médiában, akkor ugye cikkeznek róla, és akkor elkesülnek be az emberek. Az pedig újabb csúcsokat eredményez. Lásd, Bitcoin ugye elérte a 20 ezeret, és pár héten belül rá januárban elérte a 41 ezer, majdnem 42 ezeret, tehát még azt is megduplázta. Ergo nagyon nagy esély van arra, hogy amennyiben és ez a eléri ezt a 1500 körül akkor ismételten meg fog indulni, és simán ebben a negyed évben, ha ez így működik, akkor akár ezt meg is duplázhatja, tehát elérhet a 3000-re is, még akár egy-két hét, egy-két hónapon belül. Ugyanazon végigmehet, amin a bitcoin végigmehet, és pontosan ezért számos szakértő úgy gondolja, hogy jelenleg az Ethereumban sokkal nagyobb a potencia, így 2021-re, mint a bitcoinban. Nyilván a bitcoin is fog menni. Sőt, nézzétek meg, hogyha az Ethereum duplázna, és akkor ugye lehet látni már, hogy a nagy befektetők úgy gondolkoznak, hogy Bitcoinba teszek, de már teszek Ethereumba, és még egyéb kriptovalutába is. Nyilván Bitcoin nehéz a dolog. De hogyha meglátják ezt a nagy növekedési lehetőséget, akkor lehet, hogy a Bitcoin befektetéseikből is átcsoportosítanak Ethereum-ba, vagy ugye ebbe kezdenek pluszba befektetni, hogyha nem is vesznek el a bitcoinból. És akkor az még nagyobb növekedést eredményez, úgyhogy lehet, hogy ez nem fog akkor átmenni a közeljövőben, míg az mint az Ethereum, és ha ez megduplázódik, akkor ugye a piaci kapitalizáció is megduplázódik, és akkor hirtelen rögtön, ha ez így az arány, tehát a bitcoin nagyjából maradni, és Ethereum menne, csak játszunk el a gondolattal, nyilván ezek most feltételezések, akkor már az 50%-a lenne a bitcoin piaci kapitalizációnáljáknak, és nem az egy negyede, mint jelen pillanatban. Szóval itt egy ugrás várható szerintem, de ez csak természetesen saját vélemény. És akkor ne felejtsük el, hogy az Ethereum azért is nagyon esélyes növekedésre, hiszen ugye számos projektnek az alapja, főleg a DeFi területen, hogyha nézzük. Ugye ezt nem mondtad el a Bitcoinra, az egy teljesen másképpen működő dolog, másért lett felkapva, viszont az Ethereumnak van egy gyakorlati haszna, és a DeFi projektek a nagy része is egyébként az Ethereumra épül. Azon kívül a második legnagyobb kriptovaluta, és most van ott az all-time high, a mindenkori csúcs környékén, ami egy újabb löketet adhat nekem, amikor ezt úgy masszívan átlépi. Ez egy nagyon-nagyon nehéz uh, szint, meglépni a mindenkori csúcsot, de ha azt átszakítja valami rendesen, akkor nagyon sok esetben láss bitcoin pár héttel ezelőtt lehetett látni, hogy akkor vuh, elszabadul. Hiszen az all-time high fölött nincsen Ilyen uh, support level, mondja az angol, tehát amilyen um, olyan pont, ahova visszatérhetne, hiszen amíg nem érte az old time hát, addig már a, a múltban lehetett látni, hogy itt is, itt is visszafordult, ott is visszafordult, viszont ha ez átlépje a mindenkori csúcsot, akkor nincs egy ilyen pont. Olyan, mintha a VU kilőtték volna a világűrbe, és hogy hol lesznek a következőek, az a jövő zenéje, de nincsen viszonyítási alap. Na, és ezért szerintem nagyon izgalmas ez a dolog. Kíváncsi ezek, hogy viselkedik, de lehetett látni, hogy múlt héten visszakanyarodott, aztán most ismételten próbálta az all time high, t sikerült és azt egy picit megdönteni. Most lehetett látni, hogy megint visszament 1400-ra, tehát helyezkedik oldalaz, de előbb-utóbb áttöri, akkor elindulhat. Nos, ez lett volna az első hír, a második hír pedig arról szól, hogy a bánák bizony kihasználták, amikor most a gyenge kezűek elengedték a bitcoint, amikor esett lefelé, és elkezdték azt felvásárolni. Már is mutatom, hogy hogyan. Ugye nemrég megjárta a bitcoin mindenkori csúcsát, 41 ezer valamennyi, ez most teljesen váltó függő, és utána elkezdett kicsit visszaesni, sőt, egészen 28.800 dollárig visszament, és ekkor volt az a pillanat, amikor a bálnák elkezdtek bevásárolni. Nézzétek meg, hoztam ezt a grafikont, ez a Glassnode-nak a grafikonja. Azért fontos, hogy föl legyetek iratkozva ide a Blockchain Bloom hangerén, mert ezek olyan grafikonok, amiért pénzt kéne fizetned, hogy lásd, de én ezt helyettetek kifizettem, hogy itt élőben tudjam megmutatni, nézzétek egészen 24-ig, tehát hogy az elmúlt 24 órát nekem nem mutatja a grafikon, de visszamenőleg igen, hogyha nem fizetnél elő a Glassnode-ra, akkor egy évvel ezelőtti adatokat kapnál, tehát nyilván nem relevánsak, viszont itt a Blockchain Bloom Hungary csatornán ezeket teljesen ingyen megnézheted. És mindig ki is térek rá, hogy hogy ti napra készek legyetek, hiszen erről szól az egész. Ezért fontos itt lenned. Jó? Szóval nézzétek meg, ez nem más, mint a number of addresses with balance uh, 1k, ami annyit jelent, hogy azoknak a bitcoin címeknek a száma, amik több mint ezer bitcoin tartalmaznak. És lehetett látni, hogy itt december közepén elkezdték ezek a címek eladni a bitcoint, pontosan, e, a nagyokról beszélünk, és ugye ezt tették, tették, és lehetett látni, hogy az emberek előbb-utóbb ugye itt januárban kezdték elengedni a dolgot, tehát azt mondták, hogy uf, jó van, akkor, akkor, hogyha már esik majd a bitcoin ár, ugye itt még azért szépen ment fölfelé, szépen ment fölfelé, ők már profitban voltak, tehát nyilván akkor Euh, amit ők eladtak, az úgy szálltak ki belőle, hogy ők jól jártak, és tudták, hogy előbb-utóbb, mert hogy nagy volumen, amit a, a piacra nyomnak, előbb-utóbb természetesen ez majd le fogja vinni a bitcoinnak az árát. És itt nézzétek meg, ahogy átléptünk ide euh, januárba, euh, itt már ilyen január 8-9, és akkor itt, tehát nézzétek meg ezt az emelkedést. Ez a drasztikus emelkedés, amit itt látsz, ez azoknak a címeknek, a számának a növekedése, amit több mint ezer bitcoin tartanak. És ezt mindenképpen most már bánának mondhatjuk, hiszen egyetlen egy bitcoin kerül jelen pillanatban 33 ezer dollárba, tehát most nagyságrendileg kábira mondom, 10 millió forint körül, és ebből nekik ezer van azon a számlán, tehát akkor most már érzitek a, a, a súlyát a dolognak. <kül> és lehet látni, hogy itt is nézzétek meg, ahogy egyre jobban gyengült az ár, Ezeknek a címe csak folyamatosan nőtt. Mi történt, Ergo? Azok, akik nem voltak olyan biztosak abban, hogy ó, most akkor jó, a bitcoin már nem lesz, följebb fog menni, mi lesz ezzel, á, megint esik, megint esik. Jó, 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 adjuk el, adjuk el. Tehát a gyengék, akik nem tudták tartani, eladták, és mi történt a bánák részéről? Ők meg folyamatosan vették, vették, vették. Lehet látni, hogy nézzétek meg, december 27 óta ez megy fölfele, megy fölfele. Szinte ezek a pici megtorpanások, mikro megtorpanások, de töretlen a lendület. Tehát így történik az, hogy hogyan fog a bitcoin szépen lassan átvándorolni, a gyenge kezekből az erős kezekbe, és itt e között egyre több a nagy befektető, aki azért fogja tartani, mert azt mondja, hogy jó, ebben van potencia, és azok meg eladták, megszabadultak tőle, akik nem bíztak annyira benne. És Nézzétek, ugye az áraz az meg utána majd fog szépen emelkedni. Egy másik érdekes grafint, ugya, grafikont ugyanígy a uh, Glassnode-nak a fizetés rész, uh, részéről hoznék. Ez pedig nem más mint a Spent Output Profit Ratio, ami annyi annyit tesz, hogy a kiadott nyereség arány. Értelmezzük először ezt a grafikont, jó? Tehát itt van ez a fekete vonal, ez az az ár, ahol emberünk megvásárolta a bitcoint, jó? Hogyha a fekete vonalnál vagy, akkor ott nullán az volt az ár. Ha egy fölött van, és minél jobban egy fölé megy, azt jelenti, hogy a megvételhez képest, annyival ér többet neki a bitcoin. Tehát lehet látni itt ezt a nagy csúcsot, amit hogyha eltalálnék... Á, sikerült! Mi volt ez? December 28. Itt voltak az emberek a legjobban profitban a vásárlási értékhez képes nézve. <kül> És nézzétek meg, hogy mi történt az utóbbi időben úgy, hogy ment lefelé a bitcoin. A trend azt mutatja, hogy ezeken a pontokon szabadultak meg a csúcs itt, amit látunk, a bitcointól, amit tartottak. Nyilván itt az szabadult meg, aki tök jó profitba volt, oké, okay, hajrá. De nézzétek meg, egyre kisebb volt a profit, és mostanságra elértük, itt lehet látni, hogy ez január 24-ét, tehát a tegnapi napot mutatja, ugye mondtam, hogy 24 órás csúszás van itt. szóval lehet látni, hogy nézzétek meg, itt van ez a fekete vonal, ez azt jelenti, hogy ezen az áron léphet be, és szinte azon az áron, szinte nulla profittal, ő úgy döntött, hogy já, inkább megszabadulok tőle. És ez az, ami történik a piacon, hogy a gyengekezek azt mondják, ah, nem bírom tovább az esést, lenn, nincs ebbe fantázia, eladom. És ezt láttuk a másik grafikonon, ugye itt mondtam, hogy a bánák megérkezik fölvásárolni lásd címek ezer bitcoin fölött. És itt pedig akkor azt mutatja, hogy az a tény, hogy az emberek, nézzétek vagy itt, mi volt márciusban, ugye ez volt az a gigantikus beesés, a fekete csütörtök, és lehet látni, hogy ez azt jelenti, hogy az emberek eladták a bitcoint, amivel rendelkeztek jóval az alatt az ár alatt, amint hozzájutottak. Tehát nyilván nem, hogy nullán, nyilván nem profitban, nem nullán, hanem igazán mínuszban voltak, veszteséggel megszabadultak tőle, szórták ki, mert kész feladták, nincs benne remény. És nézzétek, még van egy pár ilyen pont, ahol, ahol ezek megtörténtek. A lehetett látni, itt már inkább nullán adják el, vagy kicsi profitban, itt volt a nagy profit, és most megint mentünk vissza ez a vonalhoz. És mint mondtam, így kerül át a bánák kezébe. Na, remélem, hogy hasznos volt és érdekes volt ez az elemzés számotokra. Most pedig akkor jöjjön a következő hír, ami arról szól, hogy már van olyan cég, aki abban gondolkozik, hogy mi lenne, ha részben az alkalmazottakat kriptóban fizetném. Virginiában található az a technológiai cég, aminek a fejében megfordult, hogy mivel az alkalmazottainak a nagy része rajong a kriptóért, mi lenne, hogyha nem csak fiatban fizetnének nekik, tehát fiat valutában, hanem bizony a fizetésüknek egy részét adnák mondjuk bitcoinban, ethereumban vagy bitcoin cashben, mert ezt a háromat ajánlják egyébként föl. Ez a cég egyébként a Sikvia Holdings, és ez egy ilyen szoftver fejlesztő szolgáltatást biztosít, és ők bizony úgy döntöttek, hogy az alkalmazottaknak fölajálják azt a lehetőséget, hogyha szeretnék, akkor bizony a fizetésük x százalékát kaphatják kriptóban. Itt a társalapítójuk, ennek a cégnek a társalapítója, T. Richard Straub Jr. beszélt arról, hogy számos alkalmazottuk, nagyon lelkes kriptórajongó, Pontosan ezért azt vették észre, hogy erre igény lehet. És azért gondoljunk bele, hogy, és azért hoztam ezt a cikket, hogy gondolkozzunk el, hogy a jövőben ez lehet mindenképpen egy járható út. Miért? Mert ugye, hogyha például egy bika piacban, és annak plán az elején a fizetésére el egy része még kriptóban jön, és szépen megy fölfele, fölfele a kriptonak az értéke, akkor igazából te ezzel egy füzetésemelést kapsz. Igaz, nem direkt módon tőlük, hogy ők emelték meg a füzetést, de közvetett módon, hiszen egy olyan dolgot kapsz, aminek az értéke folyamatosan megy föl nem szabad elfelejteni a bika piacot, a medve piac váltja, tehát ne legyen az, hogy az ember örökre benne hagyja, tudjon kiszállni belőle, ez opcionális fizetési lehetőség, tehát nyilván tudod variálni, mondhatod, hogy jó, köszönöm, benne vagyunk nyakig a medve van, nekem kriptóban adjatok semmit, megvárjuk a következő laufot, de jelen helyzetben ez úgymond fölér egy fizetésemeléssel. Nézzétek meg, Ethereum-ba kapják például, amit itt felajánlottak, és hogyha az első negyed most az Ethereum megduplázná a mostani értékét, vagy egyébként simán megduplázta, ha azt néztük, hogy ugye december közepén még 6-700 dollár körül volt, sőt karácsonykor 500 valamennyi, és most meg 1400. Tehát, hogyha a karácsonyi bónuszt úgymond Ethereum-ba kapta, akkor kétszer annyit kapott jelen pillanatban, ha a mostani árfolyamon nézzük. És ez Magyarországon, amennyire én tudom, de nem vagyok szakértő, nem kivitelezhető még, de nem lehet tudni, hogy merre mennek a dolgok. Jelen pillanatban az Egyesült Államokban már ebben gondolkoznak cégek, ez a cég pedig már meg is valósította, föl is ajánlotta a alkalmazottainak, és Szóval ez egy nagyon érdekes dolog mert Arról nem beszélve, hogyha így kapod a kriptódat, akkor végül is nincsen tranzakciós díjad. Mert ugye jelen esetben, hogyha mondjuk fiat valutával szeretnél vásárolni kriptót, akkor azt, hogy be kéne juttatnod egy váltóra. Annak lesz egy combos tranzakciós díja, tehát azért most mondok egy satszver összeget, jelen esetben, hogyha Binance-re akarsz ezer dollárért bejuttatni kriptót, mondjuk Ethereumot vásárolsz, akkor igazából annak durván megkapod a, a, nem tudom, mondjuk kapsz 900 dollár értékben Ethereumot, tehát egy ilyen jó 8-9 százalékot, közel 10 százalékot is levehet a rendszer az egész váltásira, a bankod, a minden, tehát úgy, úgy, ugyan blokk. Tehát egy csomó pénzt bejuttatni, és akkor utána az hogy jó kell sáfárkodnod, hogyha most az a 8-9 százalékot visszajött, akkor leszel csak te igazából nullán, akkor még nem vagy nyereségben, nyerésben. Viszont, hogyha a céged dönt így, akkor te csak megadod azt, hogy erre a címre kérem a fizetésemnek megfelelő kriptót, és akkor innentől ez az ő, ő dolguk ezt oda eljuttatni és téged kifizetni, te már tisztán azt a kriptot fogod megkapni, amit neked megígértek. Tehát sokkal olcsóbb így a kriptóhoz hozzájutni, füzetés gyanánt, füzetés egy részeként, mint te a saját pénzedből sáfárkodnál és próbálnál kriptóba befektetni. Szóval szerintem egy nagyon érdekes trend alakulhat itt ki, és tök jó, hogy már vannak cégek, amik nyitottak erre. Nyilván úgy, mint a nagy bitcoin befektetésekkel, egy fecske nem csinál nyarat, de utána jön még egy, még egy, még egy, és akkor előbb-utóbb az az, hogy jó, hát ők is, ők is, akkor már az alkalmazottak fogják kérni. És akkor ez is egy nagyon jó dolog lehet arra, hogy egyre népszerűbb legyen a kriptovaluta. Nos, ezeket a híreket hoztam, és akkor jöjjenek a kérdések és azokra a válaszok. Kérdés pedig úgy lehet föltenni, hogy megírod az aktuális videó alá, amit szeretnél megtudni. Van egy nagyon jó közösség, ez az oldal már ilyen blogként, fórumként is működik lényegében itt a YouTube alatt, tehát az emberek egymással beszélgetnek, válaszolnak egymásnak, de én is mindenkinek válaszolok. Nagyjából hajnal körül szoktam ezeket a kérdéseket megnézni, vagy még valamikor este ránézek, tehát lényeg az, hogyha estig, vagy következő nap hajnalig megírod, akkor nagy valószínűséggel tudok rá válaszolni. Utána már nem foglalkozom azzal a videóval és az alatt lévő kérdésekkel, hiszen már az újra készülök. Tehát, hogyha nem válaszoltam, akkor tedd föl megint a, a következő videó alatt, csak még akkor e, időben ennyi lenne a lényeg. Na, nézzük az elsőt! Szia! Ha egy váltón kitöltöm a KYC-t és például meghekedik a váltót, akkor az adataimat is megszerzik és visszaélhetnek vele? Nos, ha innen nézzük, akkor igen, de nem más ez, mint hogyha megadod az adataidat, mert egy ruhát szeretnél rendelni. Ott is mi történik? Megadod a banki adatokat, a kártyádnak az adatait, megadod a nevedet, megadod a címedet. Tehát, hogyha azzal a rendszerrel valami probléma történik, akkor vagy éppen azzal a szolgáltatóval, amit a kártya, a tranzakciót biztosítja, akkor nyilván egy sima hétköznapi vásárlásnál is kikerülhet egy csomó adat rólad. Ilyen szempontból, ha meghekkelik azt a rendszert, ami ezeket az adatokat tárolja, akkor nyilván ez is veszélyben lehet. Ez benne van a pakliban, benne van a pakliban akkor, amikor te online vásárolsz, és megadod a kártya adataid, megadod a hátán lévő kis pici három számjegyből álló kódot is, amivel lehet használni, mert megbízol abban a rendszerben, de elvileg, hogyha ők azokat az adatokat gyűjtenék, és utána ezeket valaki hozzájutna, akkor konkrétan mindennel rendelkeznének, hogy a kártyáddal tudjanak vásárolni. De tovább megyek. Ha elveszted a kreditkártyádat jelen pillanatban, azt valaki megtalálja, onnantól kezdve ott van ö, rajta minden adat és tud vele lényegében vásárolni. Ugye most van ez a 15 ezer forintos limit, tehát elkezdheti mondjuk szépen kisebb tételekben levásárolni. Minden adattal rendelkezik, ami hozzá kell, vagy tételezzük föl online vásárlás esetén, ugye még PIN kódot sem kér sokszor a rendszer. Bár most, most jó, ezt azt módosítaná, hogy most azért nagyon-nagyon sokat szigorítottak, tehát most azért már nem úgy működik, mint, mint, régen. De még a régi időkben, amíg nem voltak ezek a biztonsági lépések, hogy most már megtettek a bankok, tehát most már arra azt nem tudod megcsinálni, eh, akkor bizony így is tudtak vele vásárolni, mert végülis egy kreditkártyán minden adat rajta szerepelt. Most már telemonhoz kell csatlakoztatni, és így tovább, és így tovább. Tehát egyre biztonságosabb az a rendszer is. Csak arra akartam rávilágítani, hogy egy sima kártya elvesztésért egy csomó adatot egyébként megadsz. Na, Következő kérdés. Szia Attila, nagyon érdekelne, hogy mi a véleményed az új kínai kriptovalutáról, a DCEP coinról. Szeretnék investálni hosszabb távra, és látok benne fantáziát, viszont nem tudom, hogy hol tudnék vásárolni belőle biztonságosan. Ha van ötleted, meglátásod, javaslatod, köszönöm szépen. Nos, azt azért szeretném tisztázni, hogy lényegében ez nem más, mint a digitális yuan ami annyit tesz, hogy az ő nekik van ugye, saját a fiat valutájuk Kínában, és ennek lesz ez a digitális verziója. Nem egy olyan igazi kriptovaluta ez, mint a Bitcoin és az Ethereum, tehát nem egy ilyen decentralizált rendszer épül, hanem igenis nagyon centralizált, és ez nem úgy fog fölmenni, mint most bitcoin vagy Ethereum-ba tennél, hanem ez mint stablecoin működik egy kicsit, ha úgy vesszük, hozzá van kapcsolva ugye a un hoz Tehát igazából ebbe beletenni olyan, mint hogyha most UN vásárolnád, csak digitálisan tennéd. Ez nem igazából ilyen befektetés. Jelenleg pedig ilyen tesztüzemmódok vannak, még nincs teljesen beüzemelve a teljes rendszer. Ergo még azért nem úgy működik, hogy, hogy tudod már mindenhol használni. Ezért arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez nem egy olyan igazi befektetés, mint egy ilyen persze kína, meg kriptó, most ez jól hangzott, de vedd olyan úgy, úgy ezt, mintha csak sima juant vásárolná, hiszen ez a, a minden igaz, akkor a központi bank által kibocsájtott digitális valuta lesz, de nem az az igazi kriptó, ami egy decentralizált, hanem ez egy centralizált dolog lesz. Aztán. Szia Attila, megnéztem az Adriáltal készített interjúdat, abban említetted, hogy te letettél egy vizsgát a blockchain kapcsolatban. Erről szeretnék kérdezni tőled, milyen volt, jó értem, hogy egy éve csináltad, most változhattak-e azóta a kérdések, megosztatod ezt velünk, mi volt a könnyű kérdés, nehéz kérdés. Nos, úgy néz ki, megpróbálok rákeresni, hogy ez a Blockchain Training Alliance volt, aminek a kurzusát én elvégeztem, és utána következett a vizsga. Itt vannak a különböző certifikációk. Nekem például ez, ó, persze, allow, meg akkor minden allow. Na kezdjük előről. Szóval certifications, and ez a, Tehát például én ezzel a bizonyos, Certified Blockchain Solution Architect-tel rendelkezem. Ezt én azért tartottam egyébként fontosnak, mert úgy szakértőnek kikiáltani magad, nem is kriptószakértőnek, ez blokklánc szakértő, hogy csak azért, mert kitaláltad a titulus magadnak, tehát mondjuk én biztos, hogy nem írnám ki az oldalamra, hogyha ilyen csatornám lenne, hogy kripto szakértő, hogyha mondjuk legalább egy papírod nincsen róla, hiszen akkor ezt mindenki mondhatja magára, az orvos is mondhatja magára, hogy jó, már kétszer boncoltam disznót, orvos vagyok, már meg tudom csinálni. Szóval legalább valahol legyen, ahol ez számon kérték. Magyarul ilyen nincsen, tehát jelen pillanatban angol nyelven tudod ezeket megcsinálni. Több is ilyen van, de amikor körbenéztem az interneten, akkor őket találtam, mert ez egy olyan vizsga, amit lehet látni, hogy 70 kérdésből áll, 70 százalék meg van akkor még szállt, 90 percből, 90 perc alatt kell ezt abszolválni, külön központba kell bemenni, ahol tényleg még az övet is le kell venni, tehát semmi puskát, semmit nem vihetsz be, leültetnek a gép elé, elindítják, számolja a 90 percet, nem tudsz csalni, nem tudod, hogy milyen kérdések jönnek, milyen sorrendben, és ö, nagyon színes. Az, amit én csináltam, inkább a blokklánc irányába ment, tehát itt is van, hogy Certified Blockchain Solution Architect. És ez szerintem egy jó kis is, jó, de itt találsz egyébként másokat is, tehát aki mondjuk azt mondaná, hogy én szeretnék inkább egy e, ilyen tök mindegy, tehát a Hyperledger Fabricnak a szakértője lenni, vagy e, volt itt többféle is egyébként, de látjátok, van ilyen, hogy a non-technical business kategóriák. Nem támogatnak ők engem, tehát nem azért promozom őket, Nincs ref kódom, semmi ilyesmi. A lényeg az, hogy csak megkérdezzétek, hogy, hogy, például az egyik vizsgámat azt, azt, azt hol csináltam. Vannak technikai vizsgák, tehát Ethereum fejlesztő is lehetsz, abból is tudsz vizsgázni. Itt a blockchain, mi volt az eltűnt? Biztonság szempontjából, és így tovább, és így tovább. Tehát vannak lehetőségek, de én egyébként számos más képzést is elvégeztem más akadémiákon, de talán ezt mondanám azt, amit tényleg egy olyan, hogy olyan papírt kap szól, hogy ezt úgy nem tudod csak úgy online pikpak megcsinálni, egy vizsgaközpontba kell elmenned. De azt most nem tudom, hogy hogy adják meg itt a koronavírus idején ezt a, a, dolgot, de nekem még úgy kellett, és csak kettő évig érvényes. Tehát kettő éven keresztül, mert folyamatosan valószínű, ugye nagyon nagy ürem, itt mi az, fejlődik a, a, ez a technológia, a kripto és a blokklánc, ezért természetesen módosulnak a vizsgakérdések. Ezért nem is tudom már megmondani, és igazából nem is emlékszem, hogy mi volt a legkönnyebb vagy legnehezebb kérdés és az biztos, hogy ö, valamikor a kett, tavalyi év eleje fele csináltam meg, tehát kicsit ö, kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, még mielőtt ezt a csatornát elindítottam volna, hiszen hülyén néznek itt, hogyha úgy lennék ö, blokklánc szakértő, hogy, hogy, hogy ezt úgy, úgy sehol nem bizonyítottam, csak önjelöltem mondanék itt valamit. Nem lenne szerintem túl hiteles. Nos, remélem, hogy akkor ez. És akkor itt van természetesen erre ö, kurzus is, tehát, ha ide megyek, itt látjátok, itt van a kurzusa, ez 2000 dollárba kerül, hogyha ezt, az mit tudom, nagyszerűen 600.000 forint, 6 per kb. Ezt el tudod akkor végezni, és akkor utána nagyjából 3, tehát 100.000 forint körül van a vizsga, azt pedig akkor meg tudod csinálni. Na. Hát, ha komolyan gondolod akkor dolgot, akkor ezekbe is kell investálni, de viszont akkor ezektől leszel egyébként hiteles, és nem csak úgymond önjelölt, és szerintem ez fontos. Emellett természetesen ez önmagában, hogy papírod van, nem ér semmit, hogyha nincs igazából olyan tudásod, tehát az ezen a területen, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy minden nap fejleszte az ember magát. Én is minden nap órákat tanulok, hogy többet, többet, és többet tudjak, mert akkor tudok nektek ugye hiteles ö, híreket hozni, akkor tudok bizonyos dolgokat elmagyarázni. Ha beragad az ember, és csak azt mondja jó, egyszer, ezt megcsináltam, és akkor már csak ebből próbálok élni, akkor elmegy lett a vonat, és lemarad az egészről, és igazából nem tud majd érdemben megszólalni már pár hónappal később. Nos, ezek lettek volna a kérdések, jó? Szóval nagyon fontos most, hogy képezzétek magatokat, használjátok ki ezt a teljesen ingyenes lehetőséget, hogy föliratkozol erre a csatornára, Blockchain Bloom Hungary. Nézzétek meg a számokat, májusban indult, ez most magyar nyelven a legdinamikusabban növekvő kriptovaluta blokklánc csatorna. Minden hétköznap megkapjátok a friss infokat. Nagyon fontos, hogy lájkold a videót, mert akkor tudja a YouTube, hogy neked ilyen tartalmakat adjon. Valamint feliratkozó gomb mellette mellett és ez all. Azért kell mind a hármat megnyomnod, mert ekkor fogsz majd róla kapni e-mailt vagy jelzést, hogy fölkerült egy újabb videó a YouTube-ra. Ne maradj le róla, ne pár nap múlva nézd meg, hanem mert nagyon sokszor az van, hogy ha reagálsz rá, akkor akár profitot is tudsz ezzel csinálni, mert a hírek nagyon gyorsan változnak, látod, fölmennek, lemennek dolgok, tudni kell, hogy mi történik aki még nem töltötte le. Teljesen ingyenes képzés. Hogyan kezdjünk neki blokkra, mi ez? Bitcoinba és kriptovalutába történő befektetéshez, tehát bitcoin vagy más kriptovaluta. Itt van a link a videó alatt. Teljesen ingyenes. Nagyon sok hasznos info azoknak, akik az elején vannak. Tudd, hogy mit csinálsz. Anélkül ne vágj bele. Nem, kell, nem kerül ez semmibe. És azok, akik azt mondták, hogy jó, megnéztem, most már szeretnék belevágni, akkor meg mindenképpen tedd magadéva azt a tudást, hogy mi az a bitcoin, mi az a blokklánc, hogyan működik. Ez az alap. Hogyha tőlem szeretnéd megtanulni, és magyarul tök jól összefoglalva egy 30 leckés kurzusban, akkor erre is biztosítottam lehetőséget. De csak aki szeretné, aki nem, az vadász össze innen, onnan, és töltsön vele annyi időt, amennyit szeretne. Viszont én ezt neked megcsináltam, mert tudom, hogy sok embernek nagyon fontos, hogy most tudjanak lépni időben, és nem biztos, hogy hónapjaik vannak arra, hogy ezeket az infokat összevadásszák. Aztán van a Patreon csoport, az pedig arra szolgál, hogy akik szeretnének még befektetni, altcoinokba, szeretnének oktató videókat nézni, tehát ami már nem fér bele a napi videóba, azoknak ott össze lehet gyűlni. A VIP tagság az, amivel mindenhez hozzáférsz, és már van fönn több altcoin videó, van a Binance-ről videó, a Ledgerről, a Uniswapról, a metamask -ról most, hogy hogyan kell a, a DOT-ot a Ledgerre kitenni, tehát ugye eddig, aki ismerte, hogy a Ledger Live-ot használja, de akkor hogy vannak új módszerek, majd ilyeneket csinálnak, mert más kriptovalutát se tudsz a Ledgerre direkt betenni a Live-on keresztül, de mégis azon tudott tárolni, hogy biztonságban legyen. Jó? És egyébként nézzétek át a linkeket a videó alatt, ugyanis mindegyikkel tudsz általában spórolni, vagy a hiteles linket kapod meg, vagy a Binance-en mínusz 10%, vagy a ballé e, e, wallet van mínusz 5%, vagy e, á, több lehetőség. Nézzétek meg, ugyanis direkt úgy raktam össze, nincsenek olyan linkek, hogy elmelem rendszer, lépj be alám, és akkor majd. Nem, ilyet nálam nem látsz, csak olyan, ami segíti neked a dolgokat, vagy amiből te is tudsz profitálni, azok a rendszerek engem nem érdekelnek. Jó? Nos, köszönöm szépen a figyelmet. Természetesen holnap jövök vissza a legfrissebb kriptolóta és blokklánc hírekkel, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Sziasztok!